Kedves nézőink, itt ül velem szemben Nagy Kapás Rita, a Caritashoz tartozó Révszenvedélybeteg Segítő Szolgálat terápiás munkatársa, és az alkoholizmusról szóló kisfilmet ennek apropóján nézhették meg. Köszöntelek, Rita, köszönöm, hogy eljöttél. Elgondolkodható volt látni ezt a filmet. Hogyan néz ki ez a hétköznapokban, amikor ott ültök a Bartók Béla út 104 alatt a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat szobáiban, és becsenget valaki, hogy segítséget szeretne kérni, le szeretne számolni az alkoholizmusával, így kapcsolódva a kisfilmhez. Hogyan fogadjátok, mik az első lépések, mit tudtok neki mondani? Az első és legfontosabb az mindig az, hogy nyitott kapukkal, tárt kapukkal várjuk a hozzánk beérkezőket, hogyha valakinek van nehézsége, becsönget, akkor ajtót nyitunk. Körülbelül egy 20-30 perc az első beszélgetés, amiben feltérképezzük, hogy ő milyen problémával jött hozzánk. Ezt követően pedig még nem adunk neki egyből időpontot, hanem a kollégákkal egyeztetve, számára megtalálva a legjobb szakembert, akivel a legtökéletesebben tud együttműködni, akkor vele felveszi a kapcsolatot majd, és elindul egy folyamat. Ezek nem feltétlenül rövid távú együttműködések. Én azt szoktam mondani, hogy lássuk meg, nézzük meg, hogy mennyi időt fogunk tudni együtt tölteni, milyen személyes célok vannak, mi az, amit el szeretne érni az a személy, aki bejött hozzánk. Úgyhogy alapvetően mi mindenkit teljesen nyitott szívvel várunk, és biztonságos helyen, ahol megoszthatja velünk a nehézségeit, és együtt tudunk gondolkodni arról, hogy mi is lenne számára a következő lépés. Értem. Ha jól sejtem, az már egy nagyon jó állapot, amikor valaki becsenget azon a kapun. Hogyan éritek el a függőket? Ugye beszélünk itt most gyógyszerfüggőkről, játékfüggőkről, bármilyen függőséggel, akár a dohányzásról való leszokásról is beszélhetünk, fordulhatnak hozzátok. Mennyire nehéz elérni az embereket, mennyire tudatosak ebben az emberek, mit lehet tenni, hogy tudjanak rólatok? Jelen vagyunk a különböző szociális platformokon. Én azt gondolom, hogy 2024-ben ez egy olyan felület, ahol amire könnyebben rámernek keresni az emberek, illetve a honlapunkon keresztül. Elérni szórólapokkal, különböző média megjelenésekkel tudunk, illetve az, hogyha valaki már bejött hozzánk és segítséget kér, van mondjuk egy jó tapasztalata, egy jó élménye, akkor azt mondja, hogy figyelj, nézd meg, nem tudom, nekem jót tettek, segítettek rajtam, hív fel őket, illetve nagyon sokszor küldenek minket küldenek hozzánk szociális intézmények klienseket, akár kötelezetként, vagy akár azt mondják, hogy lehetséges, hogy el kéne menni a Révbe, mert hogy vannak olyan nehézségek, amiket mondjuk mi már nem tudunk annyira jól megoldani, vagy nem a mi területünk, és akkor így eljönnek hozzánk. De hogy nagyon sokszor akár barátok, hozzátartozók hívnak föl minket, hogy nem tudom, alkoholfüggő a férjem, vagy hogy azt látom, hogy a feleségem felett eluralkodott a szerencsejáték, hogy megváltozott a családi dinamikánk, hogy megváltozott valami, amit nem tudunk, hogy micsoda, de gyanítom, hogy mondjuk a gyermekem drogozik. Na és ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ne csak a szenvedélybeteg, hanem először akkor jöjjön be a hozzátartozó az, aki megkeres minket. Így fel tudjuk venni vele a kapcsolatot, és el tudunk kezdeni akár ilyen egyéni folyamatban gondolkodni, vagy pedig családterápiában is tudunk gondolkodni. A családterápia, a párterápia egész év során elérhető a Rév szolgálatnál. Milyen csoportok indulnak most februártól nálatok, amik most indulnak, tehát most lehet csatlakozni, azon túl, hogy egyébként vannak egész évben futó programjaitok? Február 14-ével indul az alkotásterápiás csoportunk, ezt Csörgő Blanka klinikai szakpszichológus jelölt kolléganőm és Nagybányai Bíborka komplex alkotásterápiás szociálpedagógus kolléganőm fogja vezetni. Itt az alkotásterápiás csoport szerintem azért nagyon izgalmas, és én azért ajánlom mindenkinek, mert ez egy olyan fajta mód arra, hogy egy kicsit jobban megismerjük önmagunkat, amihez nem kell sem kézügyesség, nem kell művészi véna, pusztán annak a lehetősége, hogy ha nem tudom akár kifejezni magam,
szavakkal, akkor jöjjenek a képek, jöjjenek az agyaggal készült munkák, amiben meg tudom élni az érzéseimet. Ehhez a csoporthoz előzetes regisztráció és egy első interjú szükséges, ehhez érdemes felhívni a kolléganőket, vagy e-mailt írni, és ott meg tudjuk beszélni a részleteket. Ezen kívül, ami most folyamatban lévő, de becsatlakozási lehetőség az van a csoportra. Ez a szerencsejáték függőknek a csoportja, vagy olyan személyeknek, akik már nem játszanak, vagy már nem használják akár a kaszinókat, vagy a játéktermeket, de hogy úgy érzik, hogy még van nehézség, vagy elakadás az életükben. Ez a csoport minden csütörtökön 4 órai kezdettel van megtartva. Ide előzetes regisztráció nem szükséges, csak fel kell hívni a szolgálatot, és mondani, hogy szeretnénk jönni. Emellett pedig 2 hetente szerdán hozzátartozói csoportunk van, ez 17.30-tól 19 óráig tart. Tóth Balázs intézményvezető úrral és jó magam vezetem ezt a csoportot. Ide olyan személyeket várunk, akik aggódnak a házastársuk, gyermekük, vagy bármelyik hozzátartozójuk függősége miatt, és szeretnének együtt gondolkodni azon, hogy hogyan is tudnának jól segíteni ők. Igen, ez is egy nagy kihívás a családok számára, amikor ezt a terhet cipelik, hogy van egy függő a családban. Én nagyon megörültem, hogy a szolgáltatásaitok között ez is szerepel, mert nagyon sokan nem tudják, hogy élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy tőletek kérjenek segítséget, és ehhez nem kell függőnek lenni, egyszerűen csak nyitottnak kell lenni a változásra, és hogy előre szeretnének lépni, segítve a szeretteiket. Mi számít sikernek a segítő szakmában? Szakmailag, vagy emberileg, te egyénileg hogyan ítéled ezt meg? Miben mérhető? Ez azért egy nagyon izgalmas kérdés, mert azt gondolom, hogy mivel minden ember egyedi, egyszerű és megismételhetetlen, így mindenkinek a sikere is valahol ilyen. Gondolkodhatunk abban, hogy mi számít sikernek. Siker lehet az is, hogy eljön még egyszer, mert bátor volt annyira, hogy felhívjon bennünket, beszélünk vele 50 percet, majd ezt követően azt mondja, hogy hú, itt most valami van, itt most valami változás elindult, és visszajön még egyszer. Én már azt gondolom, hogy ez az ő személyes történetének is egy sikere, hogyha mondjuk folyamatosan kikerült az ellátórendszerből, folyamatosan akár otthagyta az iskoláját, otthagyta a munkáját. Azt gondolom, hogy a személyes sikerek azok nagyon aprók és kicsik, viszont a nagy érdeműnek, azonban az egyénnek hatalmas nagy fejlődés és változás tud lenni. Akár az, hogy mondjuk folyamatos konfliktus helyzetben van. Tanítunk konfliktuskezelési technikákat, megbeszéljük azt, hogy miről szól lesz, hogy hogy érzi magát ezekben a helyzetekben, hogyan ismerje fel azt, hogy mondjuk most hirtelen, nem tudom, rászáll a szürkeköd a szemére, és agresszívan fog megnyilvánulni, és azt mondja, hogy nem tudom, képzelje Rita, ma nem húztam fel magam annyira, vagy ma tudtam beszélni a feleségemmel, vagy ma nem ittam meg egy üveg bort, ma csak 2 pohárral ittam meg. Hogy mindig a sikerek szerintem abban mérhetők leginkább, hogy az egyé hol tart, és hogy merre felé szeretne haladni. Nagyon köszönöm. Meséltél egy történetet arról, hogyan terjed a híretek, és hogy a villamoson elcsíptek a kollégák egy beszélgetést? Egy barátnőd? Elmeséled ezt nekünk? Ez nagyon... Személyes siker történetnek is nevezhető, hogy szakmai visszajelzés valahol. Igen, egyébként elképesztő, hogy ezzel a rövid 5 év alatt, amióta én a szenvedélybeteg segítésben dolgozom, illetve egy gyászcsoportvezetőként is tevékenykedek, számomra ez ilyen elképesztő nagy szakmai siker, vagy hát személyes siker volt. Utazott egy barátnőm a villamoson, és elcsípte, hogy valaki arról beszél, hogy én ajánlom a nagykapás Ritát, igen, ő szokott egyén, illetve csoportfoglalkozásokat is tartani, és ezt követően megcsörrent másnap a telefon, és engem kértek a vonalhoz, és akkor így azt mondtam, hogy wow, ez fantasztikus élmény, hogy éreztem azt a közbenjárást, éreztem azt, hogy a gondviselést, hogy mégsem vagyok én olyan rossz helyen, vagy lehet, hogy most vagyok a legjobb helyemen. Ezek a összekapcsolódások nagyon sokat tudnak adni. Igen. Mesélj nekem arról, hogy amikor a kliensek hozzátok fordulnak, akkor
Hogyan változtatja meg a foglalkozásokat az a tény, hogy a Katolikus Caritas egy vallásos segélyszervezet, tehát ennek a berkein belül kapnak ők szenvedélybetegségük kapcsán segítséget. Más ez, vagy ugyanolyan, mint egy bármelyik intézményben kapott szolgálat? Tehát, hogy másak a kliensek? Mert nem feltétlenül, hogy vallásosak legyenek, ugye? Így van, teljesen mindegy, hogy milyen világnézettel vagy spirituális beállítottsággal rendelkezik az adott személy, mi mindenki számára nyitottak és elérhetőek vagyunk, akár egy jót beszélgetni ezekről a témákról, vagy akár teljesen az ellenkezőjéről is. Én azt vettem észre, hogy sokan tudnak kapcsolódni ahhoz, hogy hú, ez a Caritas, ez egy ilyen jó hely, itt segítenek az embereken, és így nagyobb szeretettel is, én azt vettem észre, hogy nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk mondjuk azok az emberek, akik hívők, és én azt gondolom, hogy szép számmal fordul meg olyan ember is, aki gyakorolja vallását, olyan ember, aki még csak keresi, olyan ember, aki még nem találta meg, olyan ember, aki nem is szeretné megtalálni, de úgy mindenki. Így nem tudnám azt mondani, hogy csak és kizárólag hozzánk vallásos személyek jönnek, hogy tényleg majdnem mindenki megfordul, de egy bizalmat, egy biztonságot ad sokak számára. Ha jól tudom, te magad is vallásos vagy, és áruljuk el a nézőknek, hogy velem szemben most egy Szent János Bogár ül. Nem tudom, ki ismeri a Szent János Bogár közösséget, de ha jól tudom, a te életedben meghatározó szerepet tölt be. Abszolút, 2006 óta én lelkes bogár vagyok. 2016 óta Szent János Bogár táborokban csoportvezető vagyok. Harmadik évada, elmondhatom magamról, hogy a mentora vagyok a friss vezetőknek, illetve azoknak a vezetőknek, akik készülnek arra, hogy vezessenek, és nagyon aktív önkéntes munkám van. Egy vezető továbbképző műhelyben veszek részt, gyermekvédelmi műhelyben veszek részt, és hát nagyon-nagyon sok dolgot csinálok én a Bogárban, aktív vagyok, és én ezt, számomra ez az a hely, ami olyan, mintha második családom lenne. Az otthonom, a barátaim, ott ismerkedtem meg a férjemmel, számomra nagyon-nagyon sokat jelent, és az a kapcsolódás, ahogy én jelen tudok lenni, ahogy tudok világítani, mint a Szent János Bogarak az éjszakában, én azt gondolom, hogy ez nekem nagyon sokat hozzáad a munkámhoz is. És hogy 2006 óta töretlenül minden évben, egyedül a Covid időszakát kihagyva nem voltam jelen, mint tehát csoportvezető vagy táborozó, de hogy azóta is töretlen. Ez egy számomra egy nagyon nagyon sokat jelentő közösség és kapcsolat. Át tudom érezni, mert nekem is legendás bogártáboraim voltak egyetemista koromban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, eljöttél. További sok-sok kapcsolódás és összefonódást a kliensekkel kívánok 2024-ben neked. További sikereket mindenhez. Köszönöm szépen!